Sziasztok! Ebben a videóban azt fogom megmutatni, hogyan tudtok Resource Pack-kel láthatatlan, hallhatatlan nyomólapot csinálni. Rendszeresen kapom a kérdéseket, úgyhogy úgy döntöttem itt az ideje, hogy... Sziasztok! Ebben a videóban azt fogom megmutatni, hogyan tudtok láthatatlan, hallhatatlan Resource Pack-kel... Sziasztok! Ebben a videóban azt fogom megmutatni, hogyan tudtok Resource Pack-kel láthatatlan, hallhatatlan nyomólapot készíteni. Rendszeresen kapom a kérdéseket, úgyhogy úgy döntöttem, itt az ideje, hogy videót csináljam belőle, és hát egyszerűbb legyen belinkelni egy videót. Egyébként a leleményesebbek azok letöltötték valamelyik pályámat, és kimásolták a Resource Pack-ből, sőt, egyébként én is ezt szoktam csinálni, tehát egyszer legyártottam ezt a cuccot, és mindig bemásolom a következő pályámnak a Resource Pack-ébe. Tehát nem kell mindig mindent előre kezdeni, föl lehet használni a korábbi anyagokat. Sőt, ezzel a videó alá is be fogom linkelni azt a resource packet, amit most le fogok gyártani, tehát kifejezetten ezt a nyomulapos részt, úgyhogy fel tudjátok használni. Persze, aki kíváncsi rá, hogy hogyan készül, hát az maradjon velünk. Oké, a kiinduló pont a szokásos, ugye van egy pack.png, megint csak a zöld macska, és van egy pack.mcmet, ez egy kötelező fájl. Aki nem tudja, miről van szó, az nézze meg a könyvtár struktúra alcímű resource pack készítős tutoriált. Abban beszéltem róla egy kicsit bővebben, egyébként még mindig ugyanaz a tartalma, tehát most sem módosítottam rajta, és most sem fogok. Röviden tömören egyébként arról lesz szó, hogy fogom a nyomólapot, és a textúráját azt láthatatlanná teszem, hát úgy mond, nem egészen erről van szó, de most képzeljük el, hogy láthatatlanná teszem, és a hangfájt, azt a kattintás hangfájt is lecserélem a semmire, a némaságra. Na, akkor lássuk, tehát kell egy assets mappa, azon belül kell egy Minecraft mappa, mondjuk ezt is megcsinálhattam volna előre, nem baj. Aztán lehet, hogy majd néha puskázni fogok, mert nem tudok minden fejből. Kell egy Block States nevű mappa. Igen, fog kelleni egy Models nevű mappa. És fog kelleni ide egy Sounds nevű mappa. Szerintem kezdjük a hanggal, a kattintás hangjával. A Soundson belül alapértelmezetten a Random nevű mappában van a hang, ez nevezetesen a click.ogg. Most olyan hangfájtamban nem szól semmi, tehát némaság van, azt szerintem ti is le tudtok gyártani bármelyik hangszerkesztővel. Ha nem, majd letöltitek ezt a resource packet, nekem itt előre ki van készítve az InnoSive-nak a resource packje. Bemegyek az assets-be, Minecraft, Sounds, Random, és itt van ez a click.ogg, ebben nem szól semmi, tehát most így elindítom. Így semmi, tehát 0 másodperc a semmi. Ezért lesz néma a dolog, ezt most másolom. Visszamegyek abban, amit az előbb gyártottam le. Igen, assets, Minecraft, sounds. Igen, random. És ide belemásolom, kész, most már néma a nyomólap. Ezt a hangfájt használja a kattintáskor. Egy kicsit... hogy is mondjam, tehát más is használja ezt a hangfájt, ugye például a sima gomb, vagy a fanyomólap, vagy a menüben, amikor kattintotok, ezért van az, hogyha egy ilyen pályán játszotok, amin ilyet csináltam, akkor nincs a menüben sem hang a kattintásoknak. Most így hirtelen nem tudom, ezt ki lehetett cserélni, nem jártam utána. A legegyszerűbb így lecserélni úgy, hogy van ezt a hangfájt, ugye ez ezzel jár, hogy akkor máshol sem szól ez a kattintás hang, de szerintem ez elfogadható áldozat. Akit mégiscsak zavar, hát járjon utána, a könyvtár struktúra alcímű videóban mutattam azt, hogy hol lehet utána járni ezeknek a dolgoknak. Jó, tehát megvan a sound, igen. A block states-be le kell gyártanunk egy fájlt, most megpróbálom így magamtól, jaj, nem mappa. Igen, le kell gyártanunk egy fájlt, szöveges dokumentum, igen. Most megpróbálom magamtól. Stone aláhúzás. Pressure plate. Azt hiszem így van. .json, ez JSON formátumú fájl. Igen. De ki tudom puskázni, mert én itt előre megnyitottam Notepad++-ba a sajátomat. Igen, Stone pressure plate. Igen, ez az. Jó, tehát kell egy ilyen fájl.
Igen. Ebbe azt lehet megadni, hogy a blokkok azok a különböző állapotukban milyen textúrát vegyenek föl, ezt is mondtam az első részben ennek a tutorial sorozatoknak. Konkrétan itt a nyomulapnál, ugye a nyomulapnak két állapota van, hogy aktiválva van, vagy nem. Ezt most itt úgy fogjuk módosítani, hogy mindkét esetben ugyanazt a fájlt nyissa meg. Vagy ugyanazt a modellt használja, inkább úgy mondom, ugyanazt a modellt használja, és akkor, tehát mi átírjuk olyanra, hogy láthatatlan legyen, és ezt nem kell kétszer legyártani, hogy akkor is, amikor rá van lépve a játékos, vagy de hülyén hangzik ez, ha rálépett a játékos, akkor is láthatatlan legyen, meg akkor is, hogyha nem. Tehát, hogy ne kelljen kétszer legyártani, itt ebben a fájlban megmondjuk azt neki, hogy ha rálépett, ha nem, azt a fájlt nyissa meg. Vagy úgy nézzen ki a nyomónap, és akkor csak egyre lesz szükség. Persze, ha úgy vesszük, így végül is ugyanúgy két fájlunk van, hiszen... De majd akkor megmutatom ott, hogy hogyan kell az, hogyha ezt ki akarjátok hagyni. Na, ezt most így átmásolom, mert így a legegyszerűbb. Meg fejből nem tudom. Jó. Kapcsolzárójelekkel kezdünk. Bele idézőjel közé, hogy variance, variánsok. Kettős pont megint csak kapcsolzárójelek közé, látjátok? És ide kell felsorolni a különböző állapotokat. Powered egyenlő false, ugye ha nem léptünk rá, powered egyenlő true, pedig hogyha ráléptünk. Kettős pont, kapcsolzárójelek közé, az, hogy modell, mi a modell, amit betöltsön, ez majd a models mappában lesz, és a file neve az el, stone pressure plate. Egyébként át lehetne írni másra is, mindegy, most így lesz. Jó, ezt elmentem, bezárom, van egy ilyenünk. Akkor vissza a modelsbe, itt csinálunk egy olyat, hogy block. Most itt elbizonyítottam, hogy block vagy blocks, de gyorsan lepuskázom, models, block, igen, jól emlékeztem. Tehát vissza, models, block, és akkor ide kell megint csak egy file, ami ott előbb volt írva. Az a stone, na hát igen, ez lett volna értelmes rövid nevet adni neki. Egyébként igen, alapból a másik fájl a pressure plate down lenne. Jaj, és txt, nem jó. Nekünk JSON-be kell. Ezt látjátok, ugyanúgy lehet jegyzetön beszerkeszteni. Na, ebből meg egy olyan fájl kell, vagy egy olyan formátum, ami ez itt van, ezt megint csak átmásolom, ugye leggyorsabb. Egy kicsit elcsúsztak a tabok. Ez kényelmetlen lesz. Próbálom úgy, hogy átláthatóbb legyen. Hát, valahogy így. Jó. Először is megint ugye kapcsolzárójelekkel kezdünk. Aztán azon belül textúrák, van egy textúrák, és vannak egy element. A textúrákban érdemes beleírni, hogy particle, és ez majd egy új fájl lesz, lehet, hogy ezeket volna kezdeni, mindegy, tehát itt egy textúra fájl van, majd odaérünk, elmondom, amin egyébként nem lesz semmi szintén, egy tökéres fájl. Ez azért kell, ez hogyha kiütődik a nyomónap, akkor ne legyenek azok az effektek. Igen. Aztán van egy ilyen element, abban kapcsolzárójelek közé van, mert ez egy felsorolás. Ebben kell felsorolni azt, hogy milyen téglatestekből álljon ez a blokk. Tehát, hogyha egyetlen blokkról van szó, mondjuk a kőblokk, az ugye itt egyetlen elemből fog állni, itt kapcsolzárójelek közé. Lesz benne egy from meg egy to, ez a két koordináta, a két átlónak a pontja. Hogyha azt szeretném, hogy több ilyen téglatestből álljon, hát van olyan blokkok, amik ugye kicsit összetettebbek, mit tudom én, mondjuk egy kerítés, vagy mit tudom én, egy üllő, az is ugye több téglatestből áll, akkor így vesző, kapcsolzárójelek közé, és megint csak from, meg to. Na, de most itt ilyesmire nem lesz szükség, úgyhogy elég egy. Ez a 0000, ez ugye az, hogy egyetlen pontot adok meg, tehát hogy így
így egyetlen pont lesz. Na, ezt jól megmondtam. Tehát, hogy gyakorlatilag nem lesz felülete a dolognak. Viszont, hogyha nem adtok meg, nem adjátok meg ezt a texture taget, akkor a no texture textúrája lesz, tehát hiányzó textúra textúrája lesz, az a lényeg. Tehát ez így a kötelező minimum. Tehát meg kell adni egy from meg egy to-t, hogy legyen ez a téglatest, meg itt adjátok meg az alakját. Aztán vesszük mellettük, talán ezt így kéne, az a baj, hogy rohadtul nem egymás mellett vannak, mindegy. Tehát ezek így egymás mellett vannak, hogy van egy from meg egy to, vannak faces az oldalai. Itt most egyetlen egyet adtam meg a down-t, egyébként megadhattam volna bármelyik mást, nem számít, úgy sem látszik, csak azért van itt, hogy benne legyen ez a texture tag. Tehát itt megadom az oldalait, ugye ebben maximum 6 elem van, up, down, aztán az égtájak, észak, dél, kelet, nyugat, és mindegyiknek meg kell adni azt, hogy milyen textúra legyen, itt üresen is hagytam, mert teljesen mindegy, hogy mit adok meg, a lényeg, hogy szerepeljen itt ez a tag, azért kell ennyit írni. Jó, ezt most elmentem, de egyébként ott van a leírásban, tehát nem kell ezt most lemásolnotok, az egyszerűbb letölteni. Itt van szépen rendezettebben, csak ez kisebb. Jó, akkor ez is megvan. Igen, a másik, hogyha ugye az előbb, amit mondtam, hogy ott a block modelsben megadom neki, hogy ugyanezt a modell töltse be, tehát ott adtam meg, hogy mind a két állapotán ezt a fát használja. Ha nem akarjátok azt a fát legyártani, akkor csináltok ezt tone, pressure plate, down.json-t, és ugyanezt belemásoljátok, tehát hogy mind a kettő ugyanezt használja. Jó. Igen, egyet hagytam még ki a texture-ben, tehát ide föl kell vennünk egy textures, azt hiszem, mindjárt lepuskázom, és ebben egy olyat, hogy blocks, igen, és illetve én nem is szoktam, hogy blocks, na. Most kitörlöm, hanem én az új textúrákat is sajátba szoktam, mondjuk ez new lesz, azt hiszem new szokott lenni. De mindjárt le is puskázom, meg kell is onnan a file. Assets, Minecraft, textures, itt van, hogy new, és kell itt lenni egy empty.png, igen, tehát semmi, megint egy áttetsző semmi van itt. Ezt most másolom, ezt az empty-t, és textures new-ba bele. Így, tehát most van a textúrákban egy new per empty textúra. Akkor vissza a modelsbe. És ugye itt erre hivatkozik. Hogy amikor kiütöm, az a particle effect, az ott ne legyen semmi, áttetsző legyen. Jó, azt hiszem nem felejtettem le semmit, akkor vissza. Megint csak tömörítünk. Átnevezem resources.zip-re, és ezt belemásolom az egyik pályának a mappájába. Így, ha így belemásolom, hogy resources.zip, akkor automatikusan betölti a játék. Ez az a pálya. És szép lassan betölti. Jó. Itt még látszik, tehát a tárgynak nem cseréltem le, hogy hogyan nézzen ki, csak a blokknak. Így lerakom, így ott van, ott a körvonal nem látszik semmi, rálépek, szintén semmi, ha kiütöm, akkor se látszódik semmi, tehát hogyha valami olyan parancs van, hogy tűnjenek el a nyomólapok, és tehát egyébként lenne particle, meg ilyesmi, akkor nem látszódik. Azért jó, azt úgy megcsinálom, amit így a végén csináltam. Jó. Rakok kerítést, hogy meg tudjam mutatni az alját is. Mert hát ugye ott a down taget szerkesztettem, tehát hogy elvileg az alján kéne látszódni valaminek, de hát természetesen nem látszódik semmi, hiszen annak a téglatesnek a modellje az egyetlen pont. Sőt, annak is ugye kihagytam a textúráját, úgyhogy nem látszódik semmi.
Szóval így lehet legyártani halhatatlan, láthatatlan nyomólapot. Mondom, nyugodtan használjátok ezt, amit itt most összedobtam. De aki szeretné, az most már a videó alapján tud csinálni sajátot. A kézikönyv óvjam.